Hello faszik! Ebben a videóban arról fogok beszélni, hogy személy szerint az én véleményem, az én szubjektív véleményem mi erről az autóról, amiben ülök. Ugye tudjátok, hogy egy 1-2-es trendkivitelű Honda Jazz-t vásároltam mindennapos közlekedésre, ami városi közlekedés és némi vidék, mert hogy keveset fogyaszt. Ebben egy 1200 köbcentis benzinmotor van 90 lóerővel, ami 90 lóerő az elegendő abban az esetben, hogyha 3000-től felfelé gondolkodunk fordulatszámhasználatban, és nem használjuk a klímát. Mert igen, a klíma ezt a 90 lovas kis 1-2-es motort, ez visszafogja, érződik, hogyha mintha húznánk magunk után egy súlyt. Ha kikapcsoljuk, akkor azonnal érződik a vehemencia. Ugye ezért volt nekem előtte az A1-es Audim, amit azért adtam el, mert nem is tudom, beszaradtak, vagy sokan mondták, hogy ja Istenem, majd ezzel az 1-2-es TFS-ivel milyen sok probléma lesz. Igaz, hogy garanciás volt az autó, ugye Weltautó garanciával rendelkezett, de én mégis beletették a bogarat a fülembe, és onnantól kezdve már azt gondoltam, hogy most az autó nagyon jó állapotban van, nagyon szép, nagyon jó, nagyon keveset eszik, és megbízhatónak éreztem minden szegmensét. Mégis azt mondtam, na akkor a csúcson kell abbahagyni, tehát ez az a pillanat, amikor mégiscsak el kell adni. Igazából veszteni nem veszítettem azon, hogy eladtam a vételi árhoz képest, úgyhogy még így nyugodtan is szálltam ki belőle. Ez az 1-2-es kis jazz, ez egy nagyon, tényleg nagyon pacek kis autó. Most került rá egy kis sötétítőfólia, egy kis alufelni, meg könyöklő, meg stb. Tehát ilyen kis apróságokkal fel lett hozva az autó arra a színvonalra, vagy szintre, amit én megkívántam. De hogy leírjam nektek, hogy mit érzek ezzel az autóval kapcsolatban. Az Audi A1 az a lány, akit meglátsz a szórakozó helyen, meghívod egy italra, és elvarázsol a szövegével, a megjelenésével. Tehát, hogy ez az igazi kis csinos, mutatós kis csaj, aki mindenkivel ugyanúgy viselkedik, mint veled. Tehát bármikor fennállhat a helyzet azzal a tekintetben, hogy elhajlik egy másik irányba, de téged is megtart, mert kedves vagy neki, vagy pénzügyi okból, vagy egyébből. Szóval az az igazi kis kurva, akire ránézel, és így a büdös picsába, de jól néz ki ez a csaj, ezt hazavinném, aztán jól megőckölném. De a Honda Jazz az nem az az autó, az az autó, illetve az a lány, aki konszolidáltan van felöltözve, rendkívül konszolidáltan viselkedik, értelmes, jó tanuló volt, nem cigizik, nem iszik, mint egy disznó, és rendkívül hűséges. De még sincs benne az a tűz, az a vágy, ami megmozgatja a szívedet. Tehát ezt az autót, ezt nagyon kedvelem olyan szempontból, hogy tudom, hogy nyugodt lehetek afelől, hogy a pénzemet nem hülyeségre költöttem. Tudom, hogy nem fogod hagyni az útszélén, mit tudom én, vezérműszí, vagy láncszakadás miatt, turbóhalál miatt, vagy egyéb probléma miatt, ami előfordulhat mondjuk egy benzines TFS-i motorral. De mégis mikor kimegyek a parkolóba, ránézek, akkor tudod, tetszik, persze, nyilván, mert kapcsolatban vagy ezzel a csajjal, meg jártok együtt moziba, meg sétálni, meg étterembe, de vannak tőle dögösebb csajok az utcán és az étteremnek a teraszán, és ilyenkor ezt mindig érzed, hogy belenézel a tükörbe, az követ egy A3 vagy egy A1, és akkor de jó vagy. És akkor ezzel a középszerű, de rendkívül megbízható és hűséges csajjal kézen fogva sétálsz tovább.
ilyenkor van bennem egy olyan őrlődés, hogy nem tudom eldönteni, hogy mit csináljak. Tehát mikor a józanész a szívvel harcol, hogy akkor most csaljuk meg, mondjuk azt, hogy akkor egy emelt áron, amit ráköltöttünk, adjuk el, és vegyünk megint valami olyat, amitől dobog a szív, de tudod, hogy szopni fogsz vele? Mert bármikor láthat magának egy másik faszit, bazd meg a szórakozó helyen, azt úgy elmegy vele, mint a picsa. És mégis afelé húz a szív, érted? Tehát érdekes, nem tudom. Váji Pista megmondta egyébként, hogy ha nem azt veszed meg, ami a szívednek kedves, akkor döglődni fogsz. És kurvára igaza van Pistának. Már neki mondjuk miben nincs igaza az autókkal kapcsolatban. Személy szerint azt gondolom, hogy ő nagyon képbe van ezzel a világgal. De ezt átérzem. Tehát hiába mondja mindenki, hogy a Honda Jazz egy rohadt jó autó, nagyon jó választás volt, mégsem dobogtatja meg a szívemet. Most akkor ilyenkor mi van? Nem tudom. Próbálom arra fele terelni magamat, hogy maradjunk észszerűek, legyünk észnél is, ne kótya vetjéljünk el semmit, hogy vegyem azt, hogy ez egy hétköznapi használati eszköz, és ne kelljen bele szerelmesnek lenni. Arra ott van a nagy dög a garázsban, meg a kicsi zöld. És akkor ez egy kicsit ilyenkor segít abban. Most például elmondom nektek, hogy mi indítatásból csináltam meg ezt a videót. Mentem Nyíregyházára, és egy fehér színű, nagyon jó kiállású, pár éves Mercedes C-osztály jött mögöttem, és szemezgettem amúgy is C-osztállyal már régebben is, és gondoltam rá, hogy egyébként az egy jó megjelenésű autó, kevésbé néznének kockának, vagy mitől. Ez is fontos egyébként építőipari vállalkozóként, a megítélés, amikor elmész valahova, akkor megnézik sokan még mindig, ez régen sokkal jobban így volt, de a mai napig megnézik, hogy milyen autóval jöttél, hogy vagy felöltözve, milyen a körmöd, milyen a hajad, tehát hogy mennyire vagy igényes ember, mert általában az igényesebb emberek azok adnak igényesebbek a saját munkájukra is, és ez mindig egy pozitív megítélés az üzletkötés szempontjából. Nem mondom, hogy ez az autó, ez most degradáló, tehát hogy ez egy 10 éves, 11 éves kocsi, tehát nem fognak azért kinézni és egy csóró koldus botjának nézni, vagy koporsószögnek azért, mert ezzel megyek, de munkát vállalni a Rangerrel szoktam járni mindig, mert valahogy ez így belém rögzült, annak idején édesapám mindig mondta, hogy törekedjél mindig, hogyha új helyre mész, akkor természetesen rendesen megjelenni, nem mint egy szedetvetett türge lennék, de rendesen megjelenni, megadni a tiszteletet, és a legjobb autóddal menni, mert az nagyon fontos, fiam, hogy hogyan jelensz meg először egy üzleti tárgyaláson. Na, szóval ez ahogy van, tényleg így szokott lenni, Rangerrel megyek tárgyalásra, üzletet kötni, aztán meg már megyek a Jazz-el. Hát ez régebben ugye úgy volt, hogy az Audival mentem. Ez igazából azért kell ez a kis autó, amiben most ülünk, vagy ültünk az Audiban, hogy a hétköznapokban az üzemanyag költséget minimalizáljam, meg lehetőleg a szervíz költséget is, hogy A pontból B pontba eljussak minél olcsóbban és gondmentesebben. Na hát erre a Honda Jazz az egy igen megfelelő autó. Egyébként a mindennapokban is egy nagyon jól használható kocsi, mert nagyon könnyen összecsukható az ülése, sík felületet lehet kialakítani. Tehát tényleg legfeljebb annyit tudok felhozni, hogy boring. Tehát, hogy nem annyira izgalmas, mint egy A1-es Audi. 10 percnél járunk, úgyhogy gyerekek, igazából ez a videó ennyi akart lenni. Legyetek jók, szobatiszták, kellemes magömlést kívánok mindenkinek. Nini itt egy kurva. Úristen, de régen láttam már a 4-esen kurvát. Már nem kanyar, nem úgy kurva, hanem ez a rendesen bedobod a pénzt, az cummi.
vagy egyebek. Na jó, gyerekek, legyetek jók, szobatiszták, kellemes magöblés mindenkinek, és ha észszerűek akartok lenni, akkor vegyetek Honda Jazz-t, mert egy nagyon jó autó, de én is csak azt tudom nektek javasolni, amit Vályi Pista mondott, hogy ha van rá lehetőség, hogy kettőt tartsatok, akkor legyen egy olyan, amelyiktől bizsereg a bőr a hátadon, a tarkódon, ami megdobogtatja a szívedet, mikor kiszállsz, hátranézel többször a parkolóba, hogy így passz meg, ez az enyém, de király. Na, ilyen autót kell vásárolni, de napi használósnak egy Honda Jazz egyébként maximálisan megfelel. Szevasztok, jó hétvégét, cső!